sima, sajtos és szezámmagos. Ki ne szeretné a frissen kisült foszlós kalácsot reggelire, friss zöldségekkel? Egyre többen rendelik előre gondolva a kenyeret és a péksüteményt. Már a múlt héten is sütöttünk sós kalácsokat, azért mert azt kóstoltattuk a vevőkkel még nem eladásra, most már lehet kapni is, és hát iratkoznak fel és megrendelésre sütjük. A vásárlók szerint is célszerű megrendelni a helyi kézműves termékeket, hiszen olyan, mintha a nagyszüleink tűzhelyéről vették volna le a finomságokat. Pár éve már a zsúrkenyér az, ami igazán sláger, abból sütünk a legtöbbet. Úgy látszik, hogy visszatért a retro szendvics időszaka, viszont mi most már évek óta sütjük a sós kalácsot is, amit mi úgy éreztünk, hogy valamivel jobban illik a sonkához, mint az édes kalács. Kelt, diós, mákos kalács az egész évben megy, tulajdonképpen ezzel el lehet intézni egy ünnepet, és nem kell a háziasszonyoknak túl sokat a konyhában lenni. Néhány féle sütemény is megy, és a sima kalácsok, töltelék nélküli kalácsok azok, amik jobban mennek ilyenkor. Lacik Dénesné cégvezető elmondta, ők nem emeltek tavaly óta a termékeken, bár akkor egy 20%-os növekedés volt tapasztalható. Hát az alapanyagnál tavaly folyamatosan drágult minden, egyszerűen nincs olyan alapanyag, ami ne drágult volna, most ebben az évben elkezdett csökkenni a lisztnek az ára, viszont ez egy oldalról nekünk nagyon jó hír, de tudjuk azt, hogy nem a liszt az, ami a legnagyobb összeget képviseli a termelésben, hanem az energia. Annyiból jó, nem kellett árat emelnünk a munkabér emelés miatt, mert ugye január 1-től azért volt egy jelentős béremelés. Nem kellett árat emelni, mert nagyjából kompenzálja, ha nem is teljesen, de részben kompenzálja a lisztár csökkenés. Vannak örömteli hírek is. Tavaly arról számoltunk be, hogy folyamatosan nőtt a lisztára. Mára már viszont a csökkenésről lehet beszélni.